Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Fifko Krisztián, az Mujó. Na, most is bugygott a hangod. Kinek? Neked. Na mindegy. Nekem mitől bugygott? Biztos ettől az iszonyat hidegtől. A szakálszőröm lehet, hogy birizgálja a mikrofont. Így már lehet, hogy jobb lesz. Ázik a szakállad a likvidbe. Igen. Téliesítem, földhúzasztom a szakállamat PG-vel. Nagyon finomat szívok, most rájöttem, hogy... Málnát. Nehogy megfagyjam. Hülyék vagytok, nem már. akkor barackot. Nem, fekete ribizli. Ez lett volna nincs is szezonja. Ezért, most primőr. Vagy az nem, nem jó, az, a primőr? Az nem jó, Charlie, a primőr az nem jó, mert az tele van fölfújt műtrágyás. Nem jó, nem jó. Primőrt ne szíjjá. Akkor szívom a fogam. Hallottam egyébként most az ismerősöméknek a podcastjében egy olyan appot, vagyis egy olyan podcast appot, amit ha letöltesz a telefonodra, akkor, mert hogyha én sietek, akkor most is lemaradásban vagyok egy pár résszel, akkor úgy szoktam, hogy fölgyorsítom, mit tudom is, ilyen másfélszeres gyorsaság, és akkor hamar végig lehet darálni a podcasteket, de hát az úgy nem tetszik. Kicsit fura, mikor cincog. De most van egy app, ami a gepeket szűri ki, és gyakorlatilag mikor ilyen réseket hagyunk, akkor azokat kiszűri, és egy ilyen folyamatos flow alakul ki az egészből, és kíváncsi lennék rám, majd legközelebb ki fogom próbálni, hogy mennyi fölös időt hümmögünk bele a... Ahelyett, hogy tisztességesen megvágnád az anyagot. Persze, csak nincs annyi pénzed, meg időm nekem, hogy ezt meg tudjam tenni. Így kifogások. Fogjuk arra, hogy mi annyira profik vagyunk, hogy egy az egyben minden szavunkat és mondatunkat vállaljuk. És ez így is van? Jó van. Jó, majd az ügyészségem is ezt mondjad, jó? Rátok fogok mutogatni. Bocsánatom. Ismeritek ezt a viccet, amikor összedőlt a pártház? Nem. És behívták a... Bocsánat, mi ehhez fiatalok vagyunk. Behívták a téglát. Tégla, te mit tudsz az ügyről? Én elvtársak? Hát kívül belül vörös vagyok. Hát semmit. Behívták az oltott meszet. Mész, te mit tudsz erről a történetről? Elvtársak? Hát kívül belül hófehér vagyok. Hát semmit. Behívták a cementet. Cement, te mit tudsz erről a dologról? Én elvtársak? Hát ott sem voltam. Gyönyörű. Kisárgította Viszont be. Charlie. Mondjad? Mondjad. Azt akartam kérdezni, hogy kisárgította be az egyes sort. A Google. Ne szívas. Nem én voltam. Azt akartam elújságolni, hogy igazad volt a mikrotekéssel, a vattával. Túl sok vattát tömtem bele. Most nagyon sok szöszmötölni való hangulatom volt, és csináltam a perszóba egy duál vattás setupot, és kísérletképpen jóval kevesebb vattát raktam bele, és jó szellősen van, és tökéletesen működik. Úgyhogy neked lett igazad, hogy ott valamit nagyon nem jól csináltam. Eltaláltad azt, ahol még nem TH-s, mert összeesik, és viszont jó, nem jó tömör, szállítja nem a levest. Tömör, de jól átjárja. Igen, igen, úgy tűnik, hogy sikerült eltalálni. Lényegesen kevesebb volt tavon így benne. Ez hány százaléka mondjuk egy ilyen cellukotton hurkának a kevesebb, mint a fele? Harmada, vagy hogy? Ezt most hogy hívjákkal csináltam? Natúr vattával, Ebelinnel csináltam, nem a cellukottonnal, de egy nagyon kis indurka-pindurka, nem tudnám neked megmondani. Kb. Szerintem fele annyi, mint amennyit eddig beletöntem. Aha. Mert én akkor szoktam tanulni, mindig azt tanulom, vagy vallom, hogy figyelni kell arra is, hogy milyen, mikor szétszeded, és én akkor szoktam igazán megnézni. És ugye elcsípem az egyik oldalánál a mikrokoilnak, kihúzom, és ugye egyből látom, hogy mennyire kokszos, és ha egy picit szétcincálod a belsejét, akkor azt is látod,
hogy mennyire száraz, mennyire volt tömör, és akkor csak hát ehhez tudod, kéne papír irogatni, hogy most ennyit, most annyit tettem bele. Never Ending Story játék. Jó. Én azt próbáltam meg, hogy most megpróbálom úgy, hogy kevesebbet teszek vele bele. Egyrészt befűzni is lényegesen egyszerűbb volt így, hogy nem szorult, és nem kellett csavargatni, hogy még kisebb legyen. És ott pont sikerült eltalálni. Nem boldog vagyok. Erre jók egyébként ezek a... Vannak ilyen coil porn csoportok, ahova nagyon jó makrókat csinál egy-két ember, és látszik, hogy milyen... Tehát nem annyi, tehát tudod, mikor a mikrokoilnak vége van, és így hirtelen szétugrik, tehát nem annyira durva a tekerésük, hanem látszik, hogy finoman járna benne. Szerintem most is az enyémben is több van, mint kéne, úgyhogy majd én is faragok egy picit rajta. Hát egyrészt, másrészt meg ugye jön a hideg idő, úgyhogy én az arany középutat járom télen-nyáron, 50-50, úgyhogy most már a végét öbletű likvidekről illik átállni az egyensúlyra. Már hogy a PG. Ja, hogy nem vártuk meg, hogy befejezze a mondatot, szegény. Tehát még egyszer elmondom, hogy aki nem értette, mint a Charlie, az is megértse. Meg mint jó. A Krisztián, az is megértse. De hát ehhez mondjuk kell egy magyarázó képesség is, hogy úgy tud előadni a dolgodat, hogy azt elsőre megértsük. Mert az a vicc, amit már magyarázni kell, az szar. De ez nem vicc én volt. Nem tudok sajnos PG-t töbletezni, mert pattanásos kamasz leszek tőle, úgyhogy nekem muszáj megtartani a PG-t töbletet, és ugye a új setupom a kajfunos 350-es kimenős szerelékkel ma, miután megjött a hideg idő, és ráadásul a nap se sütött, mert kelettől nyugatig beborította ez a szürke szar az eget, úgyhogy jó hideg volt, és így megállt a likvid a kajfumba. Nagyon-nagyon kellemetlen volt. Nem voltál de még hát itt az elején, mutattam Fifikának a Scarabeus-t, most visszakaptam Oszitól, az egyik tesztkészülékbe benne hagytam egy eredeti, tudjátok, AV aksit, 490-est, és a kis 350-esre volt kihegyezve nekem az a tekerés meg, ami benne van. Most beleraktam ezt a nem sokkal combosabb aksit, azt így löki ki magából a gőzt a drippen, gyönyörű látvány volt egyébként, de kell neki azért egy kis idő, míg visszahűl, tehát elengedem, és még egy jó egy-két másodpercig nyugodtan lehet szívni. Úgyhogy az Nem ez az ideális kijárkálós konfig lesz, de itthonra pont jó. Legalább melegen tartja a kezedet odakint az ítéletidőben. Kényelmesebb egyébként most ez a méret nekem. Az a 350 az nagyon pici volt. Ez a 495-500 ez pont optimális, jobb, mint a lámafarokszőr. Ha nem tudod, mi volt ez, akkor belinkelném a videót, de nem tudom, ezt a Tom és Jerryt most hirtelen megkeresni a YouTube-on. Jó. Majd egy adott pillanatban lehet, hogy a kultúra rovatba bedobjuk. Na mi ez a kínai klónok támadása? Klónok támadása? Egy kolléga, aki review-ket gyárt, úgy döntött, hogy a Let's e-cig komról. Let's e-cig, bocsánat. Még csak most tanulom a románt. Tehát a letsecig.com-ról rendelt egy vanilla és egy Russian klónt, és kivesézi, hogy mennyire átverés a történet. Tanulságos. Mindenkinek ajánljuk megnézésre. Főleg, ami az elektromos részeket illeti, tehát ilyen fali töltő és egyebek. Mire odaért szétesett, szóval azért vannak érdekes dolgok. De hát aki már régi motoros ebben a dologban, azt tudja, hogy honnan érdemes ilyet rendelni. Maradjunk a hazai beszerzésen. Igen, maradjunk a hazai beszerzési forrásoknál, mert úgy járunk, mint a török piacon a barátom az orsós magnóval ezelőtt 40 évvel.
kettő darab téglát tudott hazahozni egy igen pofás fadobozban. Jó. Na de az milyen tégla volt? A török. Török tégla. Viszont, mint tudjuk, jövőre a nikotin gyógyszer lesz. Nem lesz. Rohamos gyógyulásnak indul a társadalom. Rohamos gyógyulásnak indul a társadalom. Van itt egy cikk arról, hogy ezt kitette be. Mivel nem én voltam, és igen, nagyon csöndben és van. És én meg rákérdeztem, ezért a Krisztián. Ezért a lapítós Krisztián. Na, mesélj. Nem lapítók, csak sok alkalmazáson megnyitva a telefonomon, azért egy kicsit elgondolkozott a böngésző. Hát ugye az erő sötét oldaláról azt halljuk mindenhonnan, hogy a nikotin az rossz, és ugye eddig csak azt javasolták, hogy ne dohányozzunk, most, hogy elkezdtünk nem dohányozni, most hirtelen előhúzták a nikotin feliratú nyugatak alapból, hogy ha mi ezt nikotint fogyasztatok, úristen, az elektromos cigaretta a nikotinfüggők új generációját fogja lelökni a szakadékról, és ezek az egyéb hülyeségek, és ebben a cikkben összeszedték néhány, konkrétan 10 darab meglepő tényt a nikotinról, amit nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele. Hogy a nikotin az igazándiból nem csak a közellenség, ahogy azt a kedves közegészségügyi megmondó emberek mondják, hanem nagyon érdekes tulajdonságokra is vannak a nikotinnak. Itt az egyik ilyen az a nikotin és a Parkinson kór közötti kapcsolat, mert a 60-as évektől kezdve kezdték el vizsgálgatni, és nagyjából arra lyukadtak ki a számok alapján, villog a képernyője a telefonunknak, basszus, és nem tudom, hogy miért. Szóval arra jutottak a számok alapján, hogy a dohányosok és a nem dohányosokat összehasonlítva a nem dohányosok között háromszor akkora számban jelentkezik a Parkinson-kór, mint a dohányosok között. Ezt később tovább kezdték el kutatni kifejezetten nikotinnal és majmokon a Parkinson-kór és a nikotin összefüggéseit, és egy 8-7-es kezelés után a majmok felének, a majmok egy részének fele annyi rángása és tikkelése volt Parkinson-kórosként, mint azoknak a majmoknak, akik nem adtak nikotint. A másik ilyen érdekes történet az a nikotin és az Alzheimer kór közötti kapcsolat. Nem egészen tudják még, hogy mi az összefüggés, de a megfigyelés az az, hogy a nikotinnal élők között jóval kevesebb az Alzheimer kórosok aránya. Ezt nem tudom, hogy ezt hogy hívják. Ja, de igen, megvan. A harmadik ilyen érdekesség az egy a Crohn betegséghez hasonlatos emésztőrendszeri gyulladásnak a csökkentésére és kezelésére való felhasználása a nikotinnak, ami csökkenti az adott területeken a gyulladást. A nikotin ismert arról is egyébként, hogy javítja az ember memóriáját, és a nikotin, ez az ötös pont, a nikotin csökkenti a Tourette-szindróma szimptomáit. Hülye buzi! Charlie, mentest szívsz! Charlie, mentes már! Minden esetre a villog a kijelzője, ha itt a Skype, azt figyeltem meg, hogyha fut a Skype a telefonomon, akkor valamiért villóztatja a telefon kijelzőjét, és így baromi nehéz olvasni, vagy meg kéne próbálnom szinkronba pislogni vele. Minden esetre a hatodik pont a nikotin kapcsán az az, hogy a nikotin jótékony hatással van a figyelem hiányos hiperaktív rendellenességre is, ami a leggyakoribb rendellenesség a gyerekek körében Angliában. Ez nem azt jelenti, hogy szívjanak cigarettát, csak hogy ezt is befolyásolja nyilván. Igen. Itt írják is, hogy erre a rendellenességre nem ismernek gyógymódot jelenleg, de az ezügyben folytatott kutatások azt mutatják, hogy a nikotin mint olyan az jótékony hatással van az ebben szenvedő gyermekekre.
De ahogy Fifika is mondta, ne dohányozhatok, gyerekek. Dohányzás rossz, értem. A hetedik ilyen pont a nikotin hatása a skizofréniáról. A skizofrénia is egy olyan kór, amire jótékony hatással tud lenni a nikotin. Ezen kívül a nikotinfogyasztás pozitívan hathat a depressziósok hangulatára is. A nikotin rendkívül jó potenciállal rendelkezik a falánkság leküzdését, illetően ez a 9-es pont, és a 10-es pont az a krónikus izületi gyulladás, az artritis kapcsán eredett ide, hogy a nikotin hátadhatja az izületi gyulladások, ezt nagyon csúnyán fogom mondani, tehát a nikotin fogyasztással kitolja a krónikus ízületi gyulladások eteinek a jelentkezését. Bekövetkezését, így van. Bekövetkezését, igen. Szóval miközben ördögszarvat, patát és farkat rajzolunk a nikotinnak, és hülyeségeket terjesztünk róla, lehet, hogy nem árt tudni arról, hogy a nikotinnak egyébként egészen meglepő pozitív élettani hatásai is vannak. A másik szomorú dolog ebben az egész e-cigaretta ellen folytatott hadjáratban, hogy az e-cigaretta egy olyan eszköz, amivel a nikotin bevitelt, azt ugyan csökkentjük, de valamilyen szinten lehet tartani a szervezetben. Aki pikpak egyik pillanatról a másikra leszokik a dohányzásról, azokon mindegyikén megfigyelhető, hogy igen, tetemes súlygyarapodáson mennek át, igen rövid idő alatt, aminek egyébként az egészségügyi kockázata amúgy óriási. Tehát ha azt feszegetjük, hogy melyik a károsabb, akkor ma azt kell, hogy mondjuk, hogy ha mindenféle nikotinpótlás nélkül szokik le valaki a dohányzásról, az majdnem olyan káros, mint hogyha tovább dohányozna, és ezt nem én mondom, hanem ezt például annak idején az amerikai tüdőgyógyász kongresszuson elhangzott egyik előadásban prezentálták, alátámasztva adatokkal, aki nem hiszi el, járjon utána. Én ennek élő példája vagyok egyébként. Nem itt tudom, van a Krisztián, aki élő példa erre, így van. Majd nem, most meséld el akkor, hogy veled mi történt annak idején. Ja, hát én a 20 év dohányzásom közepette, ugye az utolsó 5-6 évben, már nem emlékszem pontosan, hogy melyik évben volt, de én egy évre teljesen magamtól egyik napról a másikra abba hagytam a bagózást. És egy év után újra dohányoztam természetesen, de az alatt az egy év alatt sikerült 80 kiló lehettem talán az elején, amikor még dohányozgattam, és egy évvel később annyit tudtam, hogy 125 kiló vagyok, de fogalmam nem volt, hogy hány kiló vagyok, mert csak 125-ig mért a mérleg, tehát konkrétan kiakasztottam a fürdőszoba mérlegnek a nyelvét, és mint kiderült, cukorbeteg lettem tőle, ettől a light-os másfélszeresére földúzott testsúlyomtól, úgyhogy én a hirtelen ész nélkül való cigaretta eldobástól kaptam emlékbe egy faszakertes típusú cukorbetegséget, úgyhogy valóban ez nem vicc. A másik dolog, amit még ehhez hozzá szerettem volna tenni, ugye ez amit itt felsoroltunk, ez a 10 pozitív hatás, ez kizárólag a nikotinra vonatkozik, tehát nem a cigarettára. Volt egy ismerősöm, aki kint egy 4 évig tartó steadyt végzett még akkor a dohánygyáraknak, és csak a nikotin pozitív hatásaival foglalkoztak, illetve azt mérték össze, hogy az adott területen a nikotin, vagy az adott területre forgalmazott gyógyszer hatásait és mellékhatásait egybevéve melyik a jobb. És mondjuk egy területet említek, az pont a skizofrénia volt, amit vizsgáltak. A skizofréniára olyan mellékhatású gyógyszerek léteznek, amiknek a mellékhatása majdnem olyan súlyos, mint maga a betegség.
Viszont a nikotinnak nincsenek ilyen mellékhatásai, és gyakorlatilag a 13 vizsgált betegségcsoportból 12-ben a nikotin győzött az adott betegségcsoportra adott legjobb gyógyszerrel szemben. Tehát amikor erről beszélgetünk, akkor jó ezeket a dolgokat átgondolni. Persze nekünk lehet esni, hogy mekkora barmok vagyunk, hogy ilyenekről beszélgetünk, de ha valaki utána néz és belássa magát a szakanyagokba, akkor ezek nagyon-nagyon-nagyon egyértelmű tények. Csak miután ez a fajta dohány ellenes hangulat uralkodik az egész világon, és a nikotin sajnos az a dohányban előforduló dolog, pedig hát, mint tudjuk, van másban is, például a paradicsomban is, csak onnan nehéz kinyerni nagy mennyiségben, ezért aztán, mint a nyuszit, ahogy mondtad, előhúzták a kalapba, hogy a nikotin is szar. Hát önmagában a nikotin azért nem ugyanaz, mint hogyha a lábát masszíroztad volna. Én emlékszem arra a Dr. House epizódra, amikor megint szerencsétlen Hugh Laurie-t arra kényszerítik, hogy ügyeljen és fogadja a bejövő emberkéket, és bemegy egy ilyen kövérkés fazon, ilyen bélgyulladásos hepával, és közli vele, hogy menjen és szívjon el egy 100 cigit minden nap, az cső. És igen, itt a cigaretta került elő, de nyilván napi egyszer cigaretta nem az, mint hogyha valaki napi dobozzal szívja, meg ilyenek, de hogy még ott is előkeveredett ez a dolog, hogy a nikotin az úriember bélgyulladására jó hatással lehet. Én azon gondolkoztam egyébként még így az adás előtt, amikor beszélgettünk, így megkörvonalazódott bennem a Galaxis Utikalauz mintájára a végső válasz a kérdésre. A végső válasz az e-cigi szabályozás és az e-cigi üldözés kérdésére egy nagyon egyszerű egyenlet állt össze a fejembe, ami arról szól, hogy dohányzás. A dohányzásban meghalnak az emberek? Rossz a dohányzás? Igen, nyilvánvalóan az. Az elektromos cigarettázásban meghalnak az emberek? Nem, az elektromos cigarettázásban nem halnak meg az emberek. Akkor azt most tegyük be a mérleg két serpenyőjébe, és döntsük el, hogy tiltsuk, vagy ne tiltsuk. Szóval ennyire baromira egyszerű a képlet. Ez ugrott be nekem így adás előtt. Nem is értem, tehát ennyire triviális dolog, és mégis kötik az ebet a karóhoz. Engem kipateroltak a héten te a konyhából is. Ez hát a kommentár miért? Nélkül rész volt. Miért jársz te a konyhába, Charlie? Mert a nem férfinak való hely az. A lépcsőházból kiutáltak, a tetőre nem megyek föl. Úgy gondoltam, ha senki nincs a te a konyhában, akkor pont megfelel nekem ez az objektum arra, hogy néha egy-egy gőzpamacsot eleresszek. És volt, akinek nem tetszett. Oda jutunk, hogy mi is tikába vépelni a budira majd. Igen, igen. Egészen elképesztő. Két dolgot viszem. Én egész héten ezt a telefon csináltam. Az e-cigit viszem a budira, és akkor van egy nyugodt 10 percem. És akkor jön a következő találmány, hogy a tűzjelző lefedő készülék, tudod. Ó, én ezt már a fejemben összeállt, ez egy fordított műanyag tányér. Csésze, az amit alján, így fölnyomsz a tűzjelző. Az alján egy partvisnéllel megtámasztva. És ez már így ergo mobil. Sőt, ezt lehet továbbfokozni egy ilyen teleszkópos nyéllel. Teleszkópos horgászbot. Beállítod, betámasztod, és nyugodtan vépelsz. Tehát, igen, és aztán, amikor befejezed a vépelés, kiveszed a dobozt, elmész, és 5 perc múlva szólam. Igen. De én akkor már nem voltam ott. Nem is tudom, miről van szó. Miről van szó. Úristen, hova jutunk? Mi ez a e-cigarettes save lives videó, amit beraktál? Thank you.
Kérlek szépen, ez egy friss mai rövid dokumentumfilm, a britek hozták össze, és azért tettem be, mert hogy egyrészt egy nagyon objektív és objektívnek nem mondanám, mert Vaper szemszögből közelíti meg az egészet, de a dokumentumfilm készítője nem Vaper, csak fölkeltette a kíváncsiságát ez a sok ellentmondás, amit a médiában e körül tapasztal, és akkor elkezdett utána járni, és olyan figurák itt ezzel a vépi hősök éltem a leírásban, mert közismert briperek és léper környéki arcok szólalnak meg a dokumentumfilmben, mint Clive Bates, David Dorn, ilyenek. Egy nagyon, nagyon okos, nagyon jó és nagyon, nagyon klassz kis dokumentumfilm, érdemes megnézni szerintem. Azt is nézd majd meg, hogy hogy áll az otthoni internetfogyasztásod, mert nagyon szakadoztál most is, már a botrányos kategóriába, úgyhogy lőd le a Linux disztribúció letöltő. Nem, mert semmi az. Nem tudom, mi lehet. Na, egyébként, hogy kicsit a hazai vonalra áttereljem a szót, volt sok minden a héten. Például ott volt egy, már megint a Metro újság, mint olyan, egyre többet foglalkozik a cigarettával, illetve az elektromos cigarettával. És ebben volt egy cikk, le is fényképeztem, majd bedobom a Dropbox linket. Nem tudom, olvastátok? Nekem megvan, tehát most már olvastam. Ja, aha. Ez a sokan leszoktak a dohányzástról tavaly, ez volt a címe, 17. hétfői cikk egyébként. És ez is érdekes, igen. Van egy nagyon jó kis grafikon alatta, 2005-től egészen 2014-ig a cigaretta per 1000 kg és a finomra vágott fogyasztási dohány per 1000 kg grafikonon ábrázolva, lineárisan, és gyönyörűen lehet látni, hogy mikor ugrott meg a vágott dohány, illetve mikor ment élesbe a trafik törvény, és bár a cikk azt mondja, hogy sokan leszoktak a dohányzásról tavaly, én fenntartom a kételkedés magvát, illetve elszórom, és megkérdezem a véleményeteket, mert szerintem ez nem a leszokásról szól ez a grafikon, hanem hogy mondják, a csempész cigarettának. Fekete piac. A fekete piacnak. És illetve talán egy picit, talán hiba határon még az e-cigi is megjelenik a csökkenésben, de én úgy gondolom, hogy mikor lépett életbe a trafik törvény? Tehát úgy 100%... 2013 júliusa, amikor a... 2013. Na, akkor ha ezt az időpontot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a 8003 meg 5001 az durván olyan legyen 14 000, és ez 2014-re 4004 és 3007 az 7000, 8002. Jó, de ez 0830-ig van, de az teljesen jól látszik, hogy fele-fele arányban van gyakorlatilag a szálas és a vágott dohány. Egyébként most ez jó, amit mondasz, mert ha 0830-ig van, és a 8003 mondjuk elosztjuk 12-vel és megszorozzuk 8-al, akkor is többnek kéne lenni, mint 4004. Ez teljesen... Igen, hát nagyjából a háromnegyedénél kéne, hogy tartsanak a számok, hogyha nem csökkenne, de nem ezt látjuk. De csökken, ugye... Egyrészt ebben benne van az irdatlan nagy fekete piac, másrészt meg az, hogy most már sehol nem gyújthatsz rá a munka közben, azért az a 8-9 óra nem lehet. Kiesik a dohányos életéből, tehát ez is hozzátesz ezekhez a számokhoz. Én azt gondolom, hogy nem azt mutatják ezek a számok, hogy milyen iszonyatosan sokan szoktak le, hanem azt mutatják, hogy milyen jól vissza tudták szorítani azt, hogy a dohányos hol gyújthat rá, és hol nem. Itt azt írja egyébként, bocsánat, egyébként.
Igen. Ja, hogy nem lehet egyébként, hogy ez mind-mind az OFI holisztikus leszoktató vonalának köszönhető. Ahogy most nem. Utána számoltam, akkor... Nem a gyógyító érme hatása, Krisztián. Ahogy utána számoltam, a 8003 arányosan most októberig, vagyis bocsánat, 0830-ig 5500-nál kéne járni, és ez volt 4400, tehát egy ezressel kevesebb, ami a 4400-hoz képest azért az vagány. Az egy mínusz 20%-ja. 25. Ha, és hiába, tehát itt is leírják H1 boldal, hogy 20.470 ember halt meg 2010-ben dohányzás okozta betegségek következtében. Ez az összes halálozás 16%-a. És utána csak jön a kételkedés, hogy de nem tudjuk, hogy az elektromos cigi jó-e vagy sem. Baszd meg, ennél rosszabb nem lehet. Egyébként erről beszéltünk már, hogy ezt hogy mérik föl? Beszéltünk, nem? Igen, igen, ezt mesélted a múltkor, hogy hogyan szemetes? Mérik a szemetes. Igen. De egyébként kicsit visszakanyarodjak az előző eszmefuttatásomhoz, hogy tényleg annyira triviális. Bármi, ami kevesebb dohányos csinál, és nem géppisztolynak hívják, az csak jó lehet, könyörgöm. És mégsem. Mégsem tetszik nekik. Azt mondja, hogy a minden tizedik, 13 és 15 éves gyerek naponta dohányzik Magyarországon. Ez visszalépés. Ezt most nem mondod komolyan. De. És akkor mi meg itt polemizálunk, hogy vajon 18 év alatt etikus-e az elektromos cigaretta. Tudod mit? Igen. Akkor minden tizedik elektromos cigarettát akarni használó gyereknek adjunk ugyanígy. Persze ne adjunk, csak mondom, hogy ennyi erővel. De érted a tendenciát, hogyha a dohányzás visszaszorítása ilyen jól működik, akkor miért nem működik ilyen jól a 13 és 15 éves korosztályban? Tehát valami itt nem kerek ebbe a történetben. Elmondom mi. Az sem, például az sem, hogy tavaly 60%-a gondolta azt, hogy a mások cigarettát, gyakorlatilag a másodlagos, a passzív dohányzás káros az egészségre. Tavaly 60 volt. Most 43% gondolja így. 61% vélte úgy, hogy a cigarettázással ártanak önmaguknak. Tehát most te belegondolsz? Nekem ez olyan egyértelmű volt, mikor dohányoztam, tudtam, hogy ártok önmagamnak. És volt 39%... Igen, ez nem vélekedés kérdés. Igen, volt 39%, aki úgy gondolta, hogy nem árt ezzel. Na, most úgy néz ki a dolog, hogy most a 61-ről 68%-ra fölment azok aránya, akik úgy gondolják, hogy ez árt az... Hogy van? Igen, 68-ra ment föl, akik úgy gondolják, hogy árt az egészségnek. De még ez is kibaszott nagy szám. És a nagy számot most úgy értem, hogy ott van 32%, aki szívja, és... Igen, ott az egyharmaduk, és teljesen... És úgy gondolja, hogy ez mi? Hát semmi. És ott is van. Szabályozással nem lehet megoldani a dohányzás okozta problémát. És ezt a Demjén Tibor jelentette ki. Megelőzési, az a fura egyébként, itt is itt van, megelőzési programok, mondjuk ez kicsit túlzásnak tartom, hogy az óvodákban, tehát az még erős barokkos túlzás, mert maximum rász, hogy jaj, apa, ne fújd az orrom alá füstöt. És igen, akkor csak, meg, de... csak érted, ezzel a fajta szabályozással, hogy kitiltod mindenhonnan a dohányost, egy dohányosnál mit fogsz elérni? Ha hazamegy, hol egy doboz cigaretta, tudod, és akkor igen. Így két pofára. És akkor már nem érdekli, hogy ott a gyerek, ott a nem tudom én, aki nem dohányzik, mert végre a remegő kezébe veheti a cigarettát. Ez még egyébként a jobb, nem is azt mondom, hogy a jobbik, ez a durvábbik megfogalmazás, de ugye arról is már sokszor beszéltünk, hogy nem csak az káros egyébként, hogyha te kifújod a füstöt, és a légteredben van más, aki nem dohányzik, mondjuk egy gyerek, hanem az is, hogyha
dohányzol, és utána mit tudom is én, egy csecsemőt fogdossol például. Azzal, igen, Charlie. Nem úgy te hülye, hanem mondjuk, mert van egy kisgyereked, aki kiszaladsz cigizni, majd bemész, és bekakil, gyorsan tisztába teszed. És azzal a büdös, nikotinos kezeddel fogdosod. Erre gondoltam. Nem is, nem mondta, hogy nikotinos. Büdös, füstös, leapódós. Büdös, bagós, kátrányos. Hát nyilván az az írdatlan mennyiségű vegyi anyag, ami felszabadul a füstbe, és ugye ezt már sokszor körül jártuk ezt a kérdést, hogy a füstben egészen másképp maradott, és marad tartósan ott, ugyanúgy rajtad is a ruhádon, a kezeden is ott marad rajta, az az írdatlan mennyiségű karcinogén anyag, és aztán markolással felhordod, hogy torrentét idézzem. Hát jó. És kicsapódik, és tényleg ott van, tehát oké, hogy az e-cigaretta, mit tudom én, párája is itt-ott amott, hogyha törlöd, akkor észrevehető, de hát a benne lévő károsanyag, meg a cigarettában lévő károsanyag, az nem összehasonlítási alap egyáltalán. Mit gondolsz, hogy mi észrevehető? Az e-cigi ből, ami kicsapódik pára. Az nem. Amit te is meséltél az ablakon, ami az ablakon, az a végé, az a végé, és nem, rendben, nem is a végé, hanem arról, ugye, mert hogy a végé az megköti a vizet. Arról beszélünk, hogy ami az e-cigiből mondjuk a felületen kicsapódik, meg ami a cigarettából kicsapódik, az nem lehet egyszerűen összehasonlítási alap. Hát az egyik tele van mindenféle karcinogén anyaggal, a másikban meg semmi nincs. Ezt magyarázd meg a feleségemnek, aki hetente pucolja az ablakot, mert a cigi lerakódik rá. Akkor te otthon dohányzol? E-cigarettázom, igen, és ezért például Gergő is ezért áll át a 80 PG többletű levesre, mert unja, hogy az ablakon megmarad, és még a számítógépe is tönkre ment tőle. Arany közé. Ja, nem attól ment tönkre, hogy a... Ja nem, azt nem a Rácz Béla csapta, az pont fordító volt. Nem, az állítólag Gergőnek azért ment tönkre, ugye, mert hát az a rengeteg végé, ami ott a légtérben kavargott, és ugye mondjuk beszivárgott a gépbe, és ugye magához rántja a vizet, és az a páradús környék azért ott tud galibát okozni mondjuk az alaplapon. Jaj, nagyon érdekes, és ezt nem mondtuk, és lehet, hogy nem is néztétek, az a tüdős cikk, amit a múltkor előhúztunk, abban volt egy olyan info, csak ezen fölött átsiklottunk, hogy a PG, mint olyan, az alig jut be a tüdőbe, mert megfigyelték, hogy a PG túlnyomó része már az ornyálkahártyában megtapad. Nagyon érdekes, én ezt nem tudtam például. Ezért ez is jó a podcast, hogy hallgat. Ja, és konkrétan úgy mondják, hogy az ornyálkahártyán letapad, és onnan utat talál a gyomrodba. Tehát tulajdonképp, amikor gőzölsz, akkor PG-t eszel. És ha nem teszel a kávédba cukrot, akkor a kávéval pedig lemosod. Ennyi. Na, és hogyha már itt tartottunk a magyar vonatkozásoknál, akkor ez ilyen oda-vissza vonatkozás. Az Index egyre többet foglalkozik egyébként a cigivel, e-cigivel, meg mindenféle hasonló dolgokkal, és ez egy november 18-ai kis színes rövid, hogy az elektromos cigi adta az év szavát, ugyanis ez a vape lett. Ez lett az év angol szava az angol nyelvű Oxford Dictionary szerint, illetve hát az Oxford szótárkészítők szerint. Ők ott el is magyarázták, de nekünk ezt nem kell megtenni, hogy mi a vape szó jelentése. Minden évben az angoloknak el kell magyarázni, ezt hidd el. Igen, de nekünk és a hallgatóknak. Nem, meg kell elmagyarázni. Egyébként nem kicsi a versenyzői gárda, 150 millió angol szó feltűnését és terjedését vizsgálják időről időre. A vape használata 10-szeresére nőtt az utóbbi 2 évben. Ez is igazolni látszik az én elméletemet, mi szerint a szellem kimon a palacból. De annyira kim van a szellem a palacból, ha az Indexnél tartunk, hogy az Index szerkesztősége nagyon dicséretesen
feltette azt a szinte lehetetlen küldetést, hogy hogy mindenki, aki dohányzik a szerkesztőségben, az le fog szokni. Tadám! Mi pedig, mint egyesület írtunk nekik egy kedves levelet, hogy amennyiben igénylik, akkor ebben a segítségükre leszünk. Kíváncsi leszek egyébként, hogy fogják-e igényelni a... Én nagyon remélem, és nagy lelkesen én is írni fogok nekik, hogy az én történetemet is olvassák el, és ott az egyik hölgynél, kolléginárról írták, hogy ő próbálta az egycigit, de nem működött, és én tökre reménykedem, hogy egy régi kezdetleges első generációsan próbálkozott, és reménykedem benne, hogy kapnak az alkalmon, és megismerkednek a újabb generációs egycigükkel, és ez segíthet nekik. Igen, egy embernél olvastam egyébként, én is végigolvastam a cikket, és egynél került megemlítésre az e-cigi. Reménykedjünk. Tehát, tudod, a remény és a lepény hal meg utoljára, úgyhogy... Úgyhogy kedves indexes kollégák, akik hallgatnak most minket, mert mint tudjuk, mindenki minket hallgat. Hallgat még a kínaiak? Igen. Ne röstelkedjenek, lecsapni a lehetőséget. Szalmaszálként kaszkodhatnak ebben a nehéz időszakban egy e-cigarettába. Most az jutott eszembe hirtelen, hogy mikor én így akartam, mert én az én példám lebegett mindig a szemem előtt, mikor így megpróbáltam leszokni, mint ők, és nekem a leghosszabb cigarettamentes időszakom az 8 hónap volt. Tehát lehet, hogy ők most elkönyvelik magukban, hogy sikerült, de térjünk vissza rá mondjuk 1-2 év múlva. És BBB, te még cukorbetegséget se kaptál? Nem tudhatjuk, nem tudhatjuk. Charlie még azt is a fasztekről rendeli. Elmondom én, hogy mit rendelek mindenektek. És abba is lesz, csak tek nélkül. Na mondd el. Nem mit mondom, rendel? Mert akkor át kéne állítani a podcastnek a korhatári besorolását. Úgyhogy ezt nem szeretném. Eredeti csipet csapat videókat rendelsz? Igen, azért hiányzik belőle a tech. Tehát fasz tech. Jó, Krisztián, fussunk neki újra. Vagy lapozzunk a 7. ponthoz. Nem értem. Szedj össze minden ostoba szemetet, és csinálj belőle cikket. Ó, igen. Bullshit generátor 2.0. Krisztián idegesítő tablettáját most fogja bevenni. Nem, eldöntöttem, hogy a múlt héten úgy fölmérgesítettem magam, hogy ma nem fogom fölmérgesíteni magamat, és nem ereztem ki a gőzt így adáson belül. Úgyhogy de az nem hiteles, valaki, nyugodtan, dühöng. Valaki más mondja. Én nem, annyi ilyen ostoba szemétcikket olvastam már, hogy nem, mert kicsordul. Nem, de ez egyébként nekem, amikor így ránéztem, akkor már láttam, hogy ez bullshit generátorra készült valóban. Tehát ez a végén és a vízipipa jobb, ugyanez volt valamelyik ilyen bullshit generátor cikkben, és a mégis terjed az e-cigaretta. Vannak benne azért nagyon aranyos dolgok egyébként, ha megolvassátok. Azt mondja, hogy tiszti orvosi figyelmeztetés, az akár egy patromba olálos adag nikotin lehet. Persze. Folyamatosan és egyre többen panaszkodtak ugye a légi marmonkannával irritációra. Megint jönnek a varázsszavak nikotin expozícióra, és lehetséges nikotin mérgezésre. Hívja fel a figyelmet a témára a Medscape Medical News. Egyébként ma van a Ne gyújts rá világnap, tehát ők nagyon-nagyon kedvesek, hogy segítenek. Jó, hát hülyeség ellen nincs orvosság. Az igénytelen újságíró mindenhol megtalálja a szutykot, amit aztán megpofosz balról-jobbról, megköpdösi, és csinál belőle egy ilyen hulladék szemét. Hát én most csak a H2-ket nézegetem. Egészségesnek hitték. Nikotin, szén és szilikát részecskéket tartalmazhat az elcigiző tüdejéből származó levegő. Persze. Meg még sok minden mást is, meg halálos adag lehet akár egyetlen patronban. Az idén kikelt magából az e-cigaretta ellen az amerikai szívtársaság. Tudod, ez egyébként tök ugyanaz, mint az angol tudósok, tehát ez az a kategória.
hogy fú, és a tanulmányok azt sugallják, hogy az e-cigaretta belépőként szolgálhat más dohánytermékekhez. Mihez? Hozzáteszem, nem követik Mihez? Tehát érted, valaki rá, tehát most tényleg vegyük egy extrém dolgot, valaki rá fog szokni a semmiből az e-cigarettára, ami iszonyatosan finom ízei vannak, és utána oda megy a cigarettához, beleszív, és azt mondja, hú, bazd meg, ez sokkal jobb. Vége, erre vártam. És az e-cigarettáról rászokott a dohány, tehát ha ilyen embert mutatnak, az komolyan kalitkába vele azonnal cirkuszi mutatvány. Tehát én ezt nem akarom elhinni. Érted? Azt megfigyeltétek már, hogy mindig, mikor ellenpéldálózás van, akkor például itt mondjuk kiemelik kékkel, meg amiről már sokszor beszéltünk, tudjátok, a tudományos linket kell elhelyezni benne, ami itt például az ANTS szó. És mögötte ott az ANTS honlapja. Igen, e-cigi csak gyík, valami gyíki az ANTS-nek. És olyanokkal jönnek, hogy valószínű, meg előfordult. Itt most az van, hogy a boltokban, aluljárókban kapható termékek minősége és megbízhatósága az esetek többségében nem garantált, így a fogyasztó egy nem megfelelően működő e-cigaretta esetében nem tudhatja pontosan, hogy mennyi nikotint visz be a szervezetébe. Most de hogy volt, hogy lehet rágárkodni? 2 évvel ezelőtt. Lehet? Persze. Hát, hogy igen, bazd meg. Tehát, hogyha én megvettem annó a KGST piacról a videómagnót, akkor megvolt az esély, hogy ha nem bontottam ki a helyszínen, és hazavittem, akkor a 2 kazettás oda-vissza csévélős, krómos kazettát is lejátszó 2 kazettás magnó helyett mondjuk 2 darab tégla volt benne. Na, hát bazd meg, ne jöjjünk már ezzel, hogy az aluljáróban kapható termékek minősége milyen, mikor én olyan boltban vásárolok, aminek a működési engedélyét kiadta egy felelős hatóság, hivatalosan és legálisan árul, adózik, üzlete van, engedélyei vannak, N+1 szakhatóság által. És akkor ezeket most összehasonlítjuk azzal, hát akkor miért nem azt mondják, hogy azt is le lehetne írni, hogy azok az e-cigik és tartozékaik és likvidjeik, amelyeket hivatalos forgalmazónál veszel, viszont sokkal egészségesebbek, mint az aluljáróban kapható. Ja, hát annak nincs hírértéke. Hát ez olyan bót csinált a se füle, se farka logika, mint hogyha ezzel az erővel azt is mondhatnánk, hogy 2-es a minősége az aluljáróban kapható ruháknak, ezért senkinek nem javasoljuk, hogy ruhát hordjon. Meg a ne vegyél paprikát az aluljáróban. És mindenki veszi, mert olcsó. De komolyan, emlékeztek néhány évvel ezelőtt volt az a hír, hogy nem emlékszem, melyik áruházlánchoz importált paprikába irgalmatlan mennyiségű ólomtartalom volt. És akkor ment a hiszti a médiába, és szépen vissza is vonták azokat a paprikákat, és ellenőrzések voltak, stb. De könyörgöm, akkor visszavonták a hibás termékeket, igen, megtörtént, ezt szokás csinálni, nem betiltjuk a paprikát, és tűzzel vassal üldözzük, hát mi? Na, mindegy. És az a csak nikotin... el fogjátok érni, hogy fölmérgesítsem magam. Nikotint, fém és szilikát részecskéket tartalmaz. 6 az e-cigiző tüdejéből származó levegő. Hát ez milyen dohány? Rohadtul remélem, hogy nem csak tartalmazhat, hanem benne is van az a nikotin, amit én kértem, hogy legyen passzus. Hát nem áll. Ez borzasztó. És a bányász tüdejéből származó levegő például szénrészecskéket tartalmazhat. Tehát, ezért, lehet, hogy ezért csúgták be ezt a rengeteg bányát Magyarországon. Is. Én bányászvárosból származom, akiket eléggé kellemetlenül érintett, úgyhogy simán lehet, hogy Komlóról. Úgyhogy simán lehet, hogy ez egy nagy összeesküvés a bányák bezáratására az UEFI részéről, hogy nehogy a bányászok szénmolekulákkal leheljék tele a levegőt, mert még a végén baj lehet belőle. Erről jó, persze. Most kaptam, nem kaptam, hát a repülőjegy, amit most vettem, azon kérlek szépen itt van, hogy... Hol van ez, Charlie? Phil Buszárdónak szeretnék adni jövőre valamit, és személyesen kézbesíteném. Ó, de rendes vagy. És itt van, hogy a kalkulált CO2 kibocsátás per főre lebontva 967
kilogramm, azért az kemény. 20 emberrel számolunk, 20 tonna széndioxid kerül a levegőbe azért, hogy én eljussak A-ból B-be. Nem csak én, többet magammal. De azért ezt így, fú, döbbenetes volt látni ezt a számot. És közben írtják az esőerdőket is. Igen, igen. Kicsit elkalandoztunk. Ó, de ha már az ostobaságokról beszélünk, nem írtuk bele az adásnaplóba azt a mai doktornőt a tévéből, azt megemlítsük? Atya úr is, ami foszi, igen. Az az igazság, hogy meg se néztem, mert én tudtam, hogy fölvágnám az agyamat vele. Az nagyon kemény. Én se néztem meg, mert hasonló okokból egy SOTE oktatóiskolában, vagy oktatókórházban praktizáló tüdőgyógyász doktornő, aki egyébként, és majd itt bújik én nagyjából a lólába takaró alól, egyébként hogy hívják, dohányzásról leszoktatás regisztrált tanácsadó anyám kínja is, úgyhogy itt már sejthetjük, hogy milyen összefüggések vannak a háttérben. Ő az, igen? Gondolom ez a konzervdobozos leszoktatás, igen? Nem, én ahogy hívják, én a gyógyszermódfias leszoktatásra gondoltam el kapcsán, de igazából bármi. Ebben a szempontból teljesen mindegy. igen. Na hát ő fogta magát, és az országos nézettségű televízióban fogta, és közölte, hogy ő találkozott már olyan elektromos cigarettással, akinek megégette az elektromos cigaretta a tüdejét. Szabályosan megégett a tüdejét. De azt senki nem mondta ennek a szerencsétlennek, hogy nem úgy kell használni, hogy ledugja a tüdejébe, és ott nyomja meg a tűzgombot. Nekem erről egész más jutott eszembe. De az a régi vicc, aminek nem emlékszem már, csak a csattanójára, hogy és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Hogy volt ugye ez a hiszti Spanyolországban nemrég, amikor földobták, hogy találtak egy elektromos cigarettást, aki lipoid pneumóniát kapott az elektromos cigarettázásról, amire azonnal az összes valamit is a szakmájához értő orvos és tudós fölsikított, hogy hát mitől ahhoz zsír kell, a zsíradék kell a tüdőbe, és már pedig az e-liquidben nincsen, úgyhogy ez lehetetlen. Minden esetre orbitális nagy média hiszti volt ebből ugye Spanyolországban, és némileg ez hozzájárult a spanyoloknál tapasztalható irgalmatlan elektromos cigaretta a forgalom visszaeséshez is. És mindez csak azért, hogy egy pár hónappal később végre utána járjanak, és összeszedjék az érintett emberkének a kortörténetét, amiből kiderült, hogy igazából tökre meg volt már a lipoid pneumóniája, és semmi köze nem volt az elektromos cigarettázáshoz. Úgyhogy e kapcsán is nagyjából az jutott eszembe a doktornő okos intelligens összenetéről, hogy itt valószínűleg írásjelek és egyéb dolgok maradhattak ki a mondatból, mert azt el tudom képzelni, hogy találkozott egy olyan beteggel, akinek valami okból mondjuk kémiai égés, vagy valami kapcsán meg volt égve a tüdeje, és egyébként elektromos cigarettázott, mert lehet, hogy egy rommároncsolt tüdővel nem annyira jó ötlet hagyományos dohányozni, és ennyi, és aztán ezt így megforgatják, bedobják a vödörbe, összerázzák, és így már az okokozati összefüggések teljesen kontextuson kívül vannak, és akkor kijönt belőle egy ilyen nyilvánvaló őrültséget. Összetudnátok ti égetni a tüdőtöket e-cigivel? Persze. Simán. Pedig azért mi használunk olyan készülékeket, amik tényleg nagy teljesítményűek. Na most a cikkhez mellékelt kép az meg egy, ha jól látom, az egy e-hely, vagy valami hasonló méretű. Nem kéne nekik szólni, hogy már nem így néz ki az e-cigarette? És nem. Hát ez szerintem azért nem szóljunk, hadd csináljanak hülyét maguk. De Krisztián, hogy visszafűzzek rád, a osztogatnak-fosztogatnak ez a elhíresült jereváni rádióban volt, hogy igaz-e, hogy Moszkvában a Lenin téren Volvókat osztogatnak. A hír igaz, azzal az apró korrekcióval, hogy nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem a Lenin téren, hanem a Moszkva téren, nem Volvókat, hanem Volgákat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Köszönöm. Tehát a többi stimmel. Jaj, meg az jutott nekem erről még eszembe, hogy igazából az orvos is ember. Tehát joga van mindenkinek, hogy hülyeségeket gondoljon, Pataki Attilával leüljön egy pofasőre, és megbeszéljük, hogy a világ vezetői miért gyík emberek, és kinek mit dugtak a hátsó felébe az ufók, meg ilyenek, de könyörgöm, egy országos nézettségű
adásban ekkora nyilvánvaló aljas hazugságot. Most mi lesz a következő, Krisztián? Már megemlítetted Pataki Attilát, a következő Zambó Jimmy lesz? Vagy hogy gondolod te ezt? Ne, tehát azért van azért határ. Jiminek annyi oktáva volt, hogy nem veszem elő. Szerintem sokkal jobb lenne, hogyha ilyen hülye videók helyett mondjuk olyan videót néznél, amit majd berakunk az adásmenet végére is. A címe csak annyi, hogy Sexy View of the SEC Expo. Hát az érdemes megnézni. Igen. Vannak érdemes nagy megnézni. Gőzök, meg egyéb nagy dolgok. És vannak nagy nőzök. Olyan kannák, hogy és még vépel is a csaj, ruha nélkül, mindenféleképp érdemes lesz megkattintani. Innentől kezdve egész új értelmet nyer a gőzduda név. Jaj. Nem tudom, ki meri fölvezetni a következő pontot. A magyar siker Amerikában? Igen. Hát akkor majd fölvezetem én. Tehát, nagyon régóta folyik már elcigarettás körökben a polémia, a klónok harca gyakorlatilag, és ezt én se hittem volna egyébként, miután még aztán a kezembe is járta az elődje ennek a kazánnak, hogy a kínaiak ilyen hihetetlen gyorsan és ilyen minőségben fogják másolni, de megjelent a focalesig.com-on az Origin Genesis V2 klónja, potom $25 és egy kicsit olcsóbb, és ha jól látom, ez free shipping elmegy? Talán, vagy még azzal se, hát, tök mindegy. De, azzal. Azzal megy, free shipping-el megy, és elképesztő, hogy mennyire olyan, mint az eredeti. Tehát minden csavar, minden bemarás ott van a helyén. Félelmetes. Gyakorlatilag ugye ilyenkor az szoktuk mondani, hogy ezzel fogják a kínaiak a fejlesztéseket megölni, mind a közben pedig ugye a csomó ember ilyenkor dörzseli a kezét, hogy nem tudom is, ilyen a több tízezres ár helyett hozzájuthat ilyen olcsón egy jó használható készülékhez. Szóval elképesztő. Én épp podcast előtt meséltem a Charlie-nak, hogy most már olyan szinten mennek ezek a kínai másolatok, hogy már a használat közben sem lehet érezni a különbséget. Kaptam egy kínai GS-t, bevattáztam, és két napon keresztül azt szívtam, és ha nem lett volna nagyobb a levegőnyílása, a használat alapján ízgőz, TH, nem tudtam volna megmondani, hogy melyik az eredeti és melyik a kínai másolat. Hát szerintem ez egy kicsit mindig túl volt, van és lesz is misztifikálva. A nagyon szaroknál nyilván, hogy észreveszi az ember, de ezeknél szerintem abszolút nem tudod megmondani. Az anyag ugyanaz, és még azt is el tudom képzelni, hogy még az ötvözet is ugyanaz. A 21. században élünk, pillanatok alatt meg lehet mondani, hogy az milyen ötvözet benne. Tehát aki arra rendezkedik be a kínai, hogy oda merje, oda tudja írni akármilyen oldalra, hogy 10 000 mondjuk naponta, és most nem túloztunk, az annak megéri beleinvestálni a lóvét, hogy kiderítse, hogy miből van, 100 milliméterre pontos alkatrészeket gyártasson. Hát ez Charlie, te mesélted, hogy egy 3D szkennerbe beteszi, és gyakorlatilag ugyanazt legyártja. Hát egy kis hozzáértéssel ugye kijavítgatja még a modellen a hibákat az a tervező, és utána fossa magából gyakorlatilag. Lényegesen komolyabb gépsoron mondjuk, mint ahol az eredeti készül. Igen. És ezért meg ugye
ha kicsi a margin, akkor ott a tételekkel tudnak játszani, és ezért tudják ők 20 akárhány dollárért adni, ami ilyen homemade készítésben mondjuk az 5-6 szorosa. Mert nekik így is megéri. Ilyen ez szerintem, amíg eredeti lesz, addig klónok is lesznek. És nem merem ez én azért azt egy alapigazság. Nem merem én azt mondani egyébként, hogy nincs létjogosultsága, mert én azoktól az emberektől pont nem sajnálom, aki mondjuk, sokszor felhoztuk már a példát, hogy a vágott dohányról állt át erre, és egyszerűen nincs, nem is lehetne rá pénze arra, hogy most jöhetünk ezzel a dumával, hogy akkor spóroljon fél évig az eredetire, meg lehet tenni, de nagyon nehéz. Nem tudom megmondani, hogy én sajnálnám, hogyha nem lenne meg nekik az az élvezet, ami mondjuk másnak megvan azért, mert megengedheti magának. Úgyhogy erről ez a véleményem. De ha már itt tartunk a kínaiaknál, az Alibabán megjelent egy érdekes készülék, lehet, hogy csak nekem érdekes egyébként, de a Smoke and Joy kijött egy 260 wattos box moddal, ami azért furcsa egyébként, mert 0,1 ohmtól, tehát ez a majdnem rövid zártól 4 ohmig működik, és mindösszesen egy 1600 milliamperes vagy 1400 milliamperes akkumulátor van benne. Tehát arra 4 percre valószínűleg, ezt beszéltük a Charlie, vagy arra 4 perc. Hát á, nem, én nem, 30-40 másodpercet. 30-40 másodpercről. Lehet, hogy tudja, az igazi eldobható. 240 wattot, de hogy ott mi fog történni az akkuval? Én most keresem egyébként a linket, ma van 21. 20... Ez az a fajta eldobható, ami nem csak hogy eldobható, hanem el is kell, hogy dobd. Ezt valószínű egyébként. Maga a készülék egyébként egészen rendben lévő kinézetre, meg egyéb dolgokra. Mi ez? Vaping, úgy néz ki, mint egy régi iPhone. Lekinek szerintem azért lenne ez a 260 watthoz némi hozzáfűzni valója. Egyébként ne is menjünk messzire, én kaptam nemrég egy hírlevelet, és nem a jött-ment kategóriából, hanem ez most konkrétan az Aspire-től jött, és mondom angolul, aztán majd a fejetekben átfordítjátok, Game Over for the Pro Vapor Cloud Chasers. Úgy esik a képelet egyébként. Na most az Aspire csinált. Az Aspire csinált egy Szabom 0,5 ohmos tankkazánt. A kinézetre olyan, mint a GT, olyasmi. Cloudpore Production. Extreme Enjoyable Taste. És azt mondja, hogy állítható a levegőzés. Olyan dizájnja van, hogy még meg sem folyik. Special Design Drip Tip, és mert nem mindenkinek van modja, kihozott két új Aspire, amit majd nem sokára lesz a tesztekben nálam. Kaptam egy 1001-es meg egy 1006-os varivoltos Aspire, nagyon dizájnos egyébként, Franco Carbon házas cucc. Kihoztak most két ugyanilyet, az egyik az egy Aspire CF Mod Battery, a másik pedig, képzeljétek el, egy ugyanilyen ego stílusú cuccot, Sub-Ohm Battery Aspire. Megveszed ezt a Sub-Ohmra felkészített ilyen ego stílusú, egyébként baromi jól kinéző kis cuccot, rátekered ezt a félómos, gyárilag félómos Aspire kazánt, és senki nem menekít meg senkit attól, hogy itt mindenki cloud chaser legyen ebben a pici országban. Nem tudom, hogy bemerjem-e ezt rakni. Majd a adásmenetbe. Mert olyan szempontból egyébként jó, hogy aki nagy gőz szeretne, de mégsem
fog nagyon piciket tekerni egy akármilyen kínai kazánba, annak itt van egy gyári. Figyelj, érdekességnek ez jó most elhallgatni, semmi értelme nincsen. Kemények vagyunk, mint Tarzan sarka? Akkor berakom. És most a homokóra megpördült, illetve a strandlabdának hívjuk. Aspire, lementjük. Jó. Csak arról, hogy a kínaiak már ugye a Spice-ban vannak. Aztán mi a következő? Ja, erről a modról, meg minden szarról eszembe jutott, találkoztam egy topikban. Mit szóltok ehhez a... Az 50 wattos? Vagy a... Nem az 50 wattos, hanem a árra is nélkül mindenkinek csinálok saját modot. Olvastam. Kellemesen naív volt. Meg a szándék az jó volt, de hát aztán megérkeztek a kommentek, és eléggé meg lett a leányzó fekvése, hogy ez brutál naív. Ez a lelkes kezdő kategória. Egyébként én még azt is el tudom képzelni, hogy sőt, hát biztos, hogy benne egy tele volt jó szándékkal. Én nem kétlem a jó szándékot egyébként. Én azon gondolkoztam a kapcsán, hogy írta, hogy majd kialakul egy vevőkör, akkor majd ráépít, de hát pont a módgyártás az, ahol a kialakult vevőkör, ha jó módot gyártasz, akkor nem kell két havonta oda menni vissza, hogy megrendeléseket produkáljanak az emberek. Hogy az ott nekem nem stimmelt, az a logika az valahogy nem klappolt. Nekem meg az nem stimmelt, hogy az üzleti modell az úgy lett fölépítve, hogy a kezdetben nulla haszonnal, és ha majd beindul, akkor majd haszonnal. Jó, hát a koncepció az nem kevésebből vérzett, de ja. Hát lehet, hogy úgy volt vele, hogy te ajánlasz neki egy olyan cuccot, ami bevált, jó működik, neked még nulla forintért megcsinálja, és hogyha rámarnak, akkor... Tehát ez a kínai logika egyébként. Ja, igen, mindent én csinálok, és ami bejön, aztán elkezdem fosni magamból. Így van. Ja, de kificcent a rossz indulat belőlem egyébként, amikor olvastam azonnal, mert az fogta meg a szememet, hogy amilyen alapanyagból kéred, hogy egyből fölcsönt, azt mondom, egy betonmodot szeretnék, köszönöm. Egy fakazánt, ha kaphatni. Megdobná az árat rendesen, meg viszonylag olyan kényelmetlen lenne a zsebben egy betonmoddal. Lemorzsolódik, csak a probléma van vele. Tudod, és megtalálták a holttestét a Dunában, és mi volt vele? Rá volt kötve a lábára egy betonmod. Elfelejtette kivenni a módját a zsebéből, és belehúzta a Dunába. De egyébként én alapvetően üdvözlöm, mert minél több okos próbálkozó módgyáros van, Charlie, te is már nagyon régóta csiszolod, dresszeled, stb. Legyen minél több. Az, hogy az úriember ilyen elképzelésekkel indul neki, az valószínűleg sok könnyekkel töltött percet, és álmatlan éjszakát fog neki okozni, de hogyha életben marad az üzlet, és talpon marad, és mi, akkor egyre több mod lesz az emberkéknek. Charlie-nek mindig ezt mondom, hogy valami feature kell abban, amit csinál, úgyhogy én a következő ilyen box mododba csak beleépítenék mondjuk egy ilyen újraélesztő készüléket. És akkor senki nem és akkor elmondhatod, hogy az ECG életeket ment. Igen. Jaj, mindjárt vége az adásnak, de még jaj, térjünk ki két kis rövidre, mert hogy az egyik az, hogy a Typhoon GT2 soon, jövő héten talán már itthon van, amiben állítható levegőzés. Én úgy gondolom, hogy lemásolták a kínait? Üveg, tank. Igen. Valószínűleg. Nagyon csinos az a kis aszimmetrikus ablak rajta. Igen. Hát majd meglátjuk, hogy majd az első lejtés után. Bár az de mi az Isten van itt a Typhoon egy házatáján most, így az év második felébe fossák magukból az új termékeket? Szerintem fölvettek egy marketingest, és most nyomják meg a karácsony előtti időszakot, hogy mindenki apának tudjon venni új tankot például. Karabeusz GT2-vel
milyen gyönyörű ajándék lenne a fa. Igen. Mondom, anyukám, milyen gyönyörű ajándék lenne a fa. Majd mindjárt csak azt halljuk, hogy majd megkapod fasztekről. Azt ő nem tudja, hogy van olyan. Aztán van még itt egy 14. sor, egy másik valami, majd jövő egyébként héten. Kiderül, hogy a féle finom burkolt utalást hallhattunk. Igen. Ez csak neked nem esett le, Krisztián elsőre. Szóval lesz még valami, amiért azt mondom, hogy érdemes lesz kuporgatni, de mindegy. Aki... Majd itt az olvasói kérdésekből is esetleg, aki össze tudja kötni át a B-vel, akkor rájöhet, vagy aszociálhat, hogy mire gondolt a költő. Csigázod itt szegény hallgatókat. Úgy bizony. Menjünk rá az olvasói kérdésekre. Nem volt túl sok. Én azt most szeretném mondani, hogy nyugodtan tegyétek fel a kérdéseket. Hülye kérdés nincs. Kibeszélünk mi bármit. Azt mondja Danka Gábor Levente. Sziasztok! Nagyon megfogott a Kaifun 3.1 kazán. Igaz, sajnos csak klón van belőle, de az ivógó gyártmány is hibátlan. A kérdésem, hogy lehet-e még eredetit beszerezni, mármint, hogy nem másodkézből. A másik kérdésem, beszélik, hogy elkészült a V4-es Kaifun. Lehet róla tudni valamit? Technikai változás, mikor kerül az üzletekbe? Köszönöm. Na, Kaifun 3.1-es kazánt. Igen, az ivógó az egy jó kis klón, és én is régóta vadászom. Mikor az volt a mondás, hogy jön a 4-es, akkor már nagyon nem volt 3.1, és ráálltak a Light-ra, meg a Light Plus-ra. És aztán úgy ment a Light Plus-nak a szekere, hogy minek toljuk a V4-est. Én elkeseríteném a kérdezőt, sehol nem lehet kapni újonnan már 3.1-et. A második részére válaszolva a kérdésének, beszélik, hogy elkészült a V4-es. Elkészült. Nem tudunk róla semmit. Biztos jó lesz. Menjünk tovább. Mizsei Mátya. Elkészült. Hát csak mondtam, elkészült? Nem tudom. Annak idején a Redditen volt egy kép arról, hogy milyen lesz a V4, és aztán kiderült, hogy egy modellmotornak igen, a belsejét. Igen, óriás volt, és mindenki mondta, hú, ez revolutionary, ez nagyon... Ez eszméletlen. Ez nagyon durva, minden mérnök óra benne van, ami a faragott, ezért a pattintott kőtől kezdve minden tudást beleraktak, és aha, hát ez egy robbanó motor. Hallod? És nem mondom neked, hogy én azt, mikor kiraktam az elcigiteszteknek a Facebook oldalára, hetekig azt osztották meg a legtöbben. Rámozdultak. Na, Mizsei Mátyás kérdezte, hogy készül a PG, a VG, hogy nyerik ki a nikotint a dohányból, ha még nem volt. De volt, de nem volt. De volt, de nem. Hogy készül a PG, a VG, ezekkel az az igazság, hogy én nem foglalkoztam. Nem tudom, valaki tud-e hozzáfűzni valamit. Fifika biztos tudja, én meg most lustam. Hát nyilvánvalóan nem fogok nekiállni annak, hogy hogyan kész. Mind a kettő szintetikus anyag egyébként. Van egy gyártási folyamat, ami során előállítják a két anyagot. A minősége ezeknek az anyagoknak nem mindegy, hogy EUR hanyas minőségűt használnak. A tisztasággal függ össze az EUR szám, és minél magasabb, ugye annál tisztább maga a készítmény. Egyébként, ami a piacra kerül, az úgy kezdődik, hogy élelmiszeripari minőség, és úgy kezdődik be, hogy gyógyszerészeti. Tehát erre azért nem árt odafigyelni. Én például a Soltvadkerti beszerzést azt annyira nem preferálnám, bár mindenki azt mondja, hogy hát az teljesen jó, hát igen, az egy EUR 3-as, egy normális likvid keverő az minimum EUR 7 szintjén kezdi el. Egyébként emlékszel arra a
cégre, akinél meginformálódtuk, és a csajnak a második kérdése az volt, hogy e-cigibe lesz. Igen. Mert akkor én mondom, igen, hogy mi kell neked, tehát én tudom, és tényleg. Így van, és tényleg, és nem árt egyébként tájékozódni ilyenkor a biztonsági adatlap felől. Jobb cégek azok kiteszik a biztonsági adatlapot az oldalukra. Szerintem nem árulunk el titkot azzal, hogyha azt mondjuk, hogy ma Magyarország nagy tételemásár, az gyakorlatilag egy cégnél szokott beszerezni ilyen anyagokat, és az nem a... Nem áruljuk még egyszer mondom, neki. Nem áruljuk el, de az nem a Soltvadkerti borász és, borász egyéb. És egyéb helyek. Hát meg a, mondjuk nem nagy probléma, mert úgyse venné meg az otthoni kevergető a legkisebb kiszerelés sem, amivel mondjuk el lenne szerintem ő. Ő, ha PG-vel meg VG-vel számolok, az hogy van? 25 az egyikből a legkisebb? 25, nem, van kisebb kiszerelésű is, mert a laboratóriumi kiszerelés még van 1000 millisbe is, de azt nem ajánlanám, mert az nem az a minőség, amire neki szüksége van, de 25 kilónál kezdődnek a kiszerelések. Na, úgyhogy a kettőt összeadjuk, az már 50 kiló, az rengeteg. Az bizony, hogy nagyon sokáig elik el, hogy legyen. Na, menjünk is szerintem tovább. Balogh Dávid lelkes hallgatónk kérdése volt. Szeretné megtudni, ég a tudásvágytól, hogy azt mondja, sokat... Jó, Blacky kérdezte. Sokat olvasni mostanság a kétakus mechanikus jellegű modokról. Több csoportban és topikban is felmerül, hogy XY szeretne magának építeni. Milyen problémákkal szembesül az illető, mire figyeljen? Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést el kéne tenni jövő hétre, és behívni Blackit az adásba, mert ő tudja meg, hogy a jó, megpróbálom. Addig akkor annyit... Viszont még a nikotinhoz tegyünk vissza, mert azt kihagytuk. Jó, akkor csináljuk úgy, hogy igen. Na, ezt a következő adásban visszatérünk rá, addig ne építsen senki magának egy akkusnál nagyobb készüléket. Nagyobb módot. Na, nikotin. Hogy nyerik ki a nikotint a dohányból? Hát, az egy eléggé durva folyamat egyébként. Ugye úgy kezdődik, hogy vízbe áztatják, aztán ezt a beáztatott folyadékot besűrítik, utána méztelje elegyítik, vízgőzáramba ledesztilálják, és aztán az átdesztillált folyadékot hígoxásos oldattal gyengénre annyitják. Aztán a vízfürdős szörp sűrűre befőzik, és koncentrált káliumhidroxiddal elegyítik. Ilyenkor, mint barna, kiválik a nikotin, és amelyet aztán éterrel ráznak össze, és az éter elpároktatás utána visszamaradó nikotint ismét egy gőzáramba ledesztilálják, és így megtisztítható. Tiszta nikotin, szintelen és elég könnyen mozgó folyadék, melynek égető íze és sajátságos kábító szaga van. Emlékeztek még arra a videóra, amikor Blacky éjjének idején egy fecskendőbe szivogatta a bubit. A bubit. Na, az attól volt, hogy itt az utolsó munkafázisban az éter nem lett rendesen kipárolgottatva az adott adott likvid nikotinjából, ezért aztán csípős íze maradt. Ez egy nagyon régi történet. Történet, így van. Tehát nagyjából ez az előállítás folyamata. Nyilvánvalóan lehet ezt szintetikus módon is előállítani, de én úgy tudom, hogy a szintetikus nikotina sokkal drágább, mint hogyha a dohány levélből vonnák ki. Nem praktikus. De nem. Most egy világ dőlt össze bennem, Fifika, én nem így tudtam, hogy így készül. Én azt hittem, hogy a méhecskék dohány virágra repdesve gyűjtik be a dohányport, és aztán viszik vissza a kaptárba, és szép sárga hadszöglet alakú helyek
jön, és hogy ezért sárgák a Nem, méhek is nem, igazából, nem, de nem, ezek nem, nem. szerint nem. Nem, az úgy van, hogy ott áll a méhész, tudod, mikor leszáll a leszálló pályán a kis méhecske, így kitolja a lábát, mint mikor a kutya pisál, és akkor a méhész óvatosan egy kis fapálcával így lepiszkálja róla a nikotint a lába száráról. És aztán mondja neki, hogy fordulj. A másikról is, oké, mehetsz, így óvatosan így segbe billenti a kezével, és akkor megy tovább, jön a következő versenyző. De nem így működik. Na, eltelt ez az adás is. Hát most nem 2-3 órás lett, kicsivel rövidebb, de sok minden érdekes dolog, történet, és a többi, és a többi átmegy a következő adásra. A többaksis téma, a valami, a dolog. Smiley. Valami smiley. Kacsintós smiley. És úgyhogy szerintem ennyi volt, mert csak ki kéne találnunk az adásunknak a címét. Amiben nem egyezünk meg az adás elején, úgyhogy most ez teljesen... Sose szoktunk az adás elején megegyezni a címben, ez mindig... Szinte sose, igen. Mindig a végén alakul ki. Bedobtam én egy ötletet a Skype-on, mert nekem most ez a leghangsúlyosabb az egészből, mert elbeszélgettünk itt mindenféléről, de azt is mondhatnám, hogy a metrón robogunk az index felé, de inkább nekem most én, hogy is mondjam, hogy azt szeretném, hogyha bejönne az, amit mi várunk, és az indexesek megkeresnek téged, vagy megkeresnének téged, illetve az egyesületet, hogy na mégis hogy. Úgyhogy ennek apropóján én úgy gondolnám, hogy indexelünk a leállósáv felé. És mi lenne, hogyha nem tudok belekötni. Én bele tudok kötni. Hát ez mindenben, ez a vénet. Kérlek. Mondjad. Akkor indexel a leszokósáv felé. Hát ez elég szar. Akkor maradjon a leálló. Nem, tényleg mindegy. Mi legyen? Én elégedett vagyok vele. Az legyen belőle, azt hiszik, hogy mi állunk le, mert mi nem állunk le. Igen, és ezt csináljuk meg akkor úgy, hogy ilyen podcast kompatibilis 2-3 szavas legyen. Oké, rendben, köszönöm. Na, tehát akkor ebben most konszenzusra jutottunk? Igen. Indexelünk a Dóci Géniusz felé. Nem, a leállósáv felé. Felé, miközben Charlie épp a fényképeit. Mit csinálsz vele? Abszorbálod? Migrálja. Töltöm föl a cloudba. A cloud chasingre. Igen, Charlie közismerten almapárti, ezért az elmúlt idők kikerült celebrity fotói mellett készülhetünk rá, a jövő héttől mesztelen Charlie képek lepik el az internetet minden mennyiségben az iCloud-ról. Egyébként ha arra a Charlie-ra gondolsz, azon sosincs ruha. Én ezt nem szeretném tovább feszegetni itt az adást. Úgyhogy mindenki... Nem csak, búcsúzzál gyorsan! Sziasztok, gyorsan köszönjél, köszönjél csak! Várjál, úgy, mint hogyha ti is. Sziasztok! 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 Sziasztok. Na, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Hello!